4 órán belül elfogták, rendőrkézen a postai rabló. 4800 tonna aszfalt Békésben indul a kátyúzási szezon. A Lucifer az év pártja, sikeres Táncsics nap. Jó estét kívánok! Köszöntöm Önöket az Orosházi Városi Televízió keddi híradójában. Lássuk is a legfontosabbakat. Rabolni próbált, 4 órán belül elfogták. Hétfő délután egy férfi fegyvernek látszó tárgyal pénzt követelt az állomás utcai kispostán. Pénzhez nem jutott, a rendőrök gyorsan elkapták. Nagy erőkkel vonultak az orosházi rendőrök az állomás utcai kispostához. Hétfőn 15 óra után néhány perccel kapták a riasztást, egy férfi megpróbálta kirabolni a kispostát. Az elkövető egy fegyvercsövére hasonlító tárgyal az egyik pénztáros nőtől pénzt követelt. A pénztáros közölte, hogy nincs nála pénz, mire a férfi távozott. A rendőrök az eset után néhány perccel már a helyszínen voltak, és nagy erőkkel keresni kezdték az elkövetőt. 4 órán belül elfogták az orosházi B. Attillát. Az 58 éves férfit az orosházi rendőrkapitányság munkatársai őrizetbe vették, és fegyveresen elkövetett rablásbüntet kísérlet megalapozott gyanúja miatt büntető eljárást indítottak ellene. Frontális karambol történt szerda délelőtt Nagymágocs és Orosháza között, két személyautó ütközött, négyen megsérültek, köztük egy súlyosan. Egy kamiont előzött volna ez a piros személygépjármű egy jobbra ívelő kanyarban, ekkor ütközött össze a szemből érkező narancssárga Skodával. A személygépkocsi szinte a felismerhetetlenségig összetört, sofőrjét, egy idősebb férfit az orosházi tűzoltók vágták ki az autóból, életveszélyesen megsérült. A szentesi légibázisról érkezett mentőhelikopter Szegedre szállította a férfit. A másik autósofőrje is megsérült, a szentesi kórházba vitték, ahogyan könnyebben sérült utasait, egy nőt és egy gyereket is. A Csongrád megyei rendőrök teljes útzár mellett helyszíneltek, a baleset körülményeit még vizsgálják. Indul a kátyúzási szezon. Országos szinten 95 ezer tonna aszfalt felhasználását tervezi a Magyar Közút. Békés megye útjaira várhatóan 4800 tonna aszfalt jut. Az elhúzódó tél a szokottnál több kárt okozott a közúthálózaton. A tervezetnél 3 héttel később kezdhette el a tartós kátyúzási munkákat a Magyar Közút. A csapadékos időjárás miatt csúszott a munka, és az időjárás okolható azért is, hogy az előregedett közúthálózaton a szokottnál jóval több kátyú keletkezett. A közút idén 95 ezer tonna aszfalt felhasználását tervezi a kátyúzási munkák elvégzéséhez. Ez 8,2 milliárd forintos költséget jelent, 700 millió forinttal többet, mint tavaly. Megyénk útjain is bőven van kátyú, a közút megyei szinten 4800 tonna aszfalt beépítését tervezi ebben az évben. Ez 200 tonnával több, mint tavaly, és mintegy 200 millió forintos költséget jelent. Több mint 600-an kaptak munkát a közfoglalkoztatás keretében Orosházán. Az állástalanoknak átmenetileg segítséget jelentő közfoglalkoztatás is téma lesz a pénteki testületi ülésen. A tavalyi év adatait ismerhetik meg a képviselők. Az április 19-i tanácskozásra 18 előterjesztést tűztek napirendre. A közfoglalkoztatás mellett téma lesz számos tavalyi évi beszámoló, több pályázat és egy hitel is. Pénteken 9 órától élőben követhetik az eseményeket a Városi Televízión és hírportálunkon az Orosz Cafén keresztül. Április 10-én tartotta éves taggyűlését az Orosháza és Vidéke Ipartestület. Beszámoló hangzott el az elmúlt évi munkáról, és vállalkozói fórumot is szerveztek, középpontban a jövőbeli lehetőségekkel.
Április 10-én tartotta rendes évi taggyűlését az Orosháza és Vidéke Ipartestület a Sára Galván Technikánál. Németh Béla elnök beszámolt a szervezet tavalyi gazdálkodásáról, eredményesnek nevezte az elmúlt évet. Személyi változásokról és az idei feladatokról is beszélt az elnök. Tavalyi évünk szerencsés és sikeres volt, költségvetési oldalról tekintve is a bevételünk teljesült, amit megfogalmaztunk, a kiadás a megfogalmazotton belül maradt, egy nagyon kevéssel erősödött az ipartestületünk anyagi helyzete, és mindazt a munkát, amit egy ipartestülettől, mint érdekvédelmi szervezettől elvárnak, a vállalkozásokkal kapcsolatban szükséges információ továbbadása, segítése a tagjainknak, azt mind tudtuk teljesíteni. A program vendége volt Simonka György, a 4-es választókerület fideszes elnöke. A képviselő vállalkozói tapasztalatait és a következő időszak lehetőségeit osztotta meg a tagsággal. Közös érdekünk az, hogy a vállalkozóknak jól menjen, hogy a vállalkozók sikeresek legyenek, mert csak így tudnak munkát adni azoknak a munkavállalóknak, dolgozni akaróknak, akik itt élnek a körzetben. És mindent megteszek annak érdekében, hogy segíteni tudjak. Ezért is voltunk itt két héttel ezelőtt, ugyanitt a Sára Galván Technikánál egy tájoló nevezetű fórumon, ahol azt kérdeztük a vállalkozóktól, hogy ők mit szeretnének a 2014-es, 2020-as év időszakban fejleszteni, milyen javaslatot fogalmaznának meg a megye számára, aki most éppen készíti a fejlesztési koncepcióját, annak érdekében, hogy ők tudjanak fejleszteni, tudjanak beruházni, több pénz érkezzen a körzetbe, és ezáltal több munkahely valósuljon meg. A vállalkozói fórumon a jelen helyzet mellett a jövőbeni kilátásokról is tájékoztatót hallgathattak meg a jelenlévők, és az ipartestület idei programjai is napirendre kerültek. A Lucifer lett az év pártja. Idén is sikeres volt a Táncsics nap, melynek keretében a harmadikosok pártokat alakítottak és versenybe szálltak a diákok szavazataiért. A Táncsics gálára a tanárok is készültek műsorral. Ezt megmutatjuk a híradó után, kommentár nélkül. Szombaton délután a Táncsics gimnázium kívülről és ugyanekkor belülről. Már hagyomány, hogy minden évben a harmadikosok pártot alakítanak, hogy megküzdjenek diáktársaik szavazataiért. A rendezvény péntek este a Táncsics gálával kezdődött, ahol bemutatták az osztálytáncokat és a pártvideókat. Idén a tanárok is műsorral készültek saját maguk és a diákok szórakoztatására, a Ludas Matyi modern verzióját adták elő. Szombat délelőtt a gimisák megszállták a Táncsics épületét, programokat szerveztek az udvarra, a tornaterembe, a zsibongóba, a termekbe, de még a pincébe is. Mindezt azért, hogy diáktársaikat szórakoztassák és elnyerjék a szavazataikat. Néhány pár tagjait megkérdeztünk, miért nekik kellene idén nyerniük. Szerintem tényleg mindent megtettünk azért, hogy most mi nyerjünk ezen a napon. Ugye rengeteg energiát belefektettünk, mindenki nagyon sokat segített, és nagyon lelkesek vagyunk, és hát ugye ez egy megszokás, mert a B osztályától nem szokott nyerni, és szerintem most ideje lenne, hogy megtörjük. Mi vagyunk azok, akik a legtöbb energiát ebbe belefektettük. Szerintem tegnapi gálán is ez derült ki, hogy azért a táncunk meg a videónk nagyot ütött. Szerintem mindegyik osztály nagyon jó, és ugyanannyi esélye van mindenkinek, és ennyi erővel mindenki nyerhetne. Kora délután az eredmény hirdetés előtt az izgalom a tetőfokára hágott. Előbb az év címeit hirdette ki az igazgatónő, majd a pártok sorrendjét, végül pedig a nyertes neve is elhangzott. 11/8. Az év címeit és a pártok sorrendjét az Oroskafén olvashatják. A Táncsics gálán előadott tanári produkciót szintén az Oroskafén, vagy a Híradó után kommentár nélkül című műsorunkban láthatják. Több mint 60 zenész növendék indult az első megyei könnyűzenei fúvós versenyen, melyet Orosházán rendeztek múlt pénteken. A tavaszi művészeti fesztivál keretében tartott találkozóra 5 zeneiskolából érkeztek diákok. 1, 2, 3, 4. Az Orosházi Művészeti Iskola rendezte meg az első megyei könnyűzenei fúvós versenyt április 12-én, amelynek a Művészetek Háza adott otthont. Békés Csaba, Szarvas Gyula és Mezőberény zeneiskolájából is érkeztek növendékek, összesen 63 diák indult a megmérettetésen.
A rendezvény Zalai Mihály alpolgármester nyitotta meg. Beszédében kiemelte, műfajtól függetlenül a zenei igényesség, ami igazán fontos. Nincs komoly meg könnyű zene, vagy ez annyira nem fontos, hanem jó zene, értékes zene és rossz zene van. A verseny ötletét az ősszel Békéscsabán rendezett igazgatófórum adta, ahol javasolták, hogy Orosháza próbálkozzon egy ilyen verseny elindításával. Ez a mai rendezvény egy óriási kezdet. Én úgy gondolom, hogy nagyon nagy lépést tett Orosháza azzal, hogy ma egy megyei könnyűzenei fúvós versenyt indít. Első alkalommal rendezzük meg, és úgy néz ki, hogy találatszerű a dolog, mert 63 gyermek vesz részt a mai versenyen az egész megyéből. A szóló műsorszámok mellett kamara együttesek is nevezhettek a versenyre. A Hódmezővásárhelyi Művészeti Iskola igazgatója és egyik tanára értékelte a 37 versenyszámot. Az eredményeket az Orosz Kafén olvashatják. Elektronikai hulladék, használt étolaj és sütőzsíradék gyűjtés lesz Orosházán. Április 23-án kedden 8 órától 16 óráig lehet leadni a hulladékokat a Szabadság tér 4-6 szám alatt a polgármesteri hivatal udvarán. Az önkormányzattól kapott felhívás szerint az átvétel ingyenes. Névadója születésnapjának 100. évfordulójára szervezett kiállítást a Nikolász Müller Kamera Klub. A megnyitón megemlékeztek az Orosházán Müller Miklós néven született nagyszerű fotográfusról. A múlt pénteken nyílt tárlat témája a tánc. A kiállítás a Városi Képtárban tekinthető meg. A Nikolász Müller Kamera Klub 11 éve alakult, azóta része a város kulturális életének. Az április 12-én nyílt kiállításuk címe is 11, amely arra is utal, hogy 11 alkotó munkáját mutatja be. A tánc ez a témája, és egy dinamikus sorozatot szerettünk volna létrehozni. Müller Miklósnak ugye most lesz a születésnapja, és ez alkalomból úgy döntöttünk, hogy nem régebbi képek közül válogatunk, hanem egy teljesen új projektet dolgozunk ki, és néhány héttel ezelőtt sikerült összehoznunk ezt a projektet, meg is valósítottuk, és ennek az eredménye most itt van. Nikolász Müller Orosházán született 1913. április 18-án, nemzetközi hírű fotóművész volt. Zsidó származása miatt 25 évesen el kellett hagynia az országot, 7 évig Marokkóban, majd Spanyolországban élt. Többször is hazalátogatott 1966-tól kezdve, melyek alkalmával kapcsolatba került Koszorús Oszkárral is. Nagyon ügyes, okos ember volt, és jól tudta megválasztani a témáit, rengeteg portrét készített, és rengeteg fotoalbumot is Spanyolország tájairól. Azt mondta nekem annak idején, hogy ez a fotoalbum sorozat, amit ő csinál Spanyolországról, ez volt az első ilyen sorozat. Addig még ő előtte nem csinált senki ilyen sorozatot a spanyol tájakról, spanyol városokról, emberekről. Nikolász Müller 2000-ben hunyt el, több mint 50 ezer fotográfiát hagyott az utókorra. Az Orosházi Kameraklubnak is egyik célja, hogy rendhagyót alkosson és értéket teremtsen. Fontos feladatának tartja, hogy felkarolja a fiatal és tehetséges fotográfusokat. A helyi vállalatok támogatásával valósult meg a 11 című kiállításuk, amely a Városi Képtárban megtekinthető. A fotózásról készített verkfilmet a klub honlapján és az Orosz Kafén láthatják. A Hajrában dőlt el a Rákóczi Vasas hétvégi meccse. A Nagyszénás ellen parázsmérkőzésen tartotta itthon a 3 pontot a megye 1-es foci csapat. Polyák László szerint saját maguknak tették nehézé a mérkőzést. Szomszédvári rangadóra került sor április 13-án Rákóczi telepen. A Rákóczi Vasas fogadta a bajnoki mérkőzésen a Nagyszénás csapatát. A vendégek maroknyi szurkoló csoportja remek hangulatot varázsolt Rákóczi telepre. Nagyszénási! Nagyszénási! A rangadóhoz mérten szikrázóan kemény mérkőzést láthattak a nézők. A játékvezető 8 sárga lapot osztott ki a 90 perc alatt. Az első játékrészben Ludányi, illetve Tasi góljaival döntetlenre állt a derbi. A második félidőben a hazai mezőnyfölény nem akart góllá érni. Amikor már mindkét csapat beletörődni látszott a döntetlenbe, a csereként beállt Baranyai Béla eldöntötte a találkozót. A 85. percben beadásszerű lövése jutott a Nagyszénási hálóba. Óriási szerencsém volt a gólnál, Kánya Petitől kaptam egy nagyon nagy labdát. Utána középre néztem, be akartam adni Garinak, mert hál' Istennek megpattant, Sipcsontról pedig a rövidbe bepattant. Aztán nem láttam, hogy kapus beleért vagy nem. Örülünk neki nagyon. Az utolsó percben Tasi szabadrugását a védők blokkolták, így az eredmény nem változott. A Rákóczi megnyerte a mérkőzést. Orosházi Rákóczi Vasas, Nagyszénás 2-1. Nagyon ideges voltam az egész mérkőzésen, mert borzasztó
rosszul futballoztunk, és még így is rengeteg helyzetet kialakítottunk, tehát egy olyan meccset tettünk szorossá, hogy amit örömfocit kellett volna játszani 6 hét után egy gyönyörű pályán. A Rákóczi telepi pálya lehet, hogy története során most van a legjobb állapotban. A Rákóczi győzelmével stabilizálta 5. helyét a bajnoki tabellán. Mintegy 80 gyermek vett részt a pénteki birkózó versenyen. Egy megyei versenysorozat indult útjára Orosházán. Városunk fiataljai mellett Dévaványa, Körös Tarcsa, Mezőhegyes, Nagyszénás és Gádoros birkózó egyesületei képviseltették magukat. Két szőnyegen izgatott szülők előtt birkóztak a 8-10 éves reménységek. Nagy volt a zsivaj az orosházi Spartacus birkózó termében. Több mint 80 gyerek és a hozzájuk tartozó szülők töltötték meg zsúfolásig a helyiséget, és várták a 3 órát, sokak első versenyének kezdetét. Régóta készülünk, hogy megyei versenyrendszert fogunk kialakítani. Célja az, hogy a kezdő gyerekeknek is legyen olyan sikerük, hogy éremmel boldogan mennek haza. Gyakorlatilag a probléma az a felnövekvő korosztályban, hogy mivel tudván birkózás elég összetett és nehéz sportág, több év telik el, még egy versenyen elindulhat, talán sikertelenül végzi, kedve elmehet, nagyon lassú ez a folyamat. És hogy fölgyorsuljon, kitaláltuk azt, hogy havonta, két havonta minden klubnál kicsit társadalmi munka jellegbe állítunk fel ilyen versenyeket, és akkor gyakorlatilag a kezdő gyerekeknek is lesz olyan sikerélményük, hogy tovább tudják tolmácsolni barátjaiknak, haverjaiknak azt, hogy gyertek gyerekek, szereztünk érmet, lett egy póló, kedvük lesz, és az utánpótlás generálásának ez a legaktívabb, legeredményesebb mozzanata szerintem. A gyerekek lelkesen és bizakodva várták a kezdő gongszót. Közülük többen már komoly birkózó móddal is rendelkeznek. 3 éve birkózok itt az orosházi Spartacusnál, sok versenyen voltam, jó eredményeket értem el, Baján, Mezőkovácsházán, meg Kiskunfélegyházán. Dévaványa esélyben birkózok, 3 éves korom óta birkózok, voltam már magyar bajnokságon, mai naptól azt várom el, hogy dobogós legyen. A kezdeményezés kivitelezésében a szövetség jó partnerrel állt az edzői karban. Az első versenyt rendező orosházi Spartacus ráadásul szép számmal adott versenyzőket is a viadalra. Ez egy megyei szintű verseny, Orosházán kívül Körös Tarcsa, Mezőhegyes, Gádoros, Nagyszénás, illetve vesz részt a versenyen. Az Orosháza színeiben Tóth Komlósról is vannak versenyzők, illetve Orosházáról jó pár iskolából vannak itt gyerekek, hát olyan 40-50 fővel vagyunk itt jelenleg. Két szőnyegen, izgatott szülők előtt hatalmas hangorkán közepette estek egymásnak a 8-10 éves reménységek. Felemelt karok, öröm, itt-ott könnyek, átélés, izgalom jellemezték a versenyt. És hogy ki győzött? Nos, azt hiszem a birkózás. Az Orosházi Városi Televízió keddi híradójának legfontosabb híreit nézzük még egyszer, röviden. Négy órán belül elfogták, rendőrkézen a postai rabló. 4800 tonna aszfalt Békésben, indul a kátyúzási szezon. A Lucifer az év pártja, sikeres Táncsics nap. Ezek voltak a legfontosabbak kedden este az Orosházi Városi Televízió híradójában. Maradjanak velünk a folytatásban is, kommentár nélkül. További jó tévézést kívánunk, viszontlátásra!